Ha vidék és falu, akkor csend és unalom. A következőkben ezt a tévhitet fogjuk eloszlatni, amikor is egy több mint 600 lelkes dél-somogyi település mozgalmas életébe pillanthatunk be. Szulok, sváb település. Az őslakosságot Mária Terézia uralkodása idején telepítették be Baden-Württemberg tartományból, aminek a célja az volt, hogy a homokos területen való nehéz gazdálkodást szorgalmas emberekkel végeztessék. A település életében az 1947-es év fontos változást hozott. Az úgynevezett kitelepítés során a felvidéki Naszvadról hoztak ide magyarokat, innen pedig a sváb lakosság egy részét elköltöztették. Homokszentgyörgy, Kálmáncse és Szulok községek alkotnak egy közös önkormányzati hivatalt. Szulokban állandó kirendeltség van, amely azt jelenti, hogy a település lakosságának helyszínen történik mindenféle olyan ügyintézése, ami az önkormányzati igazgatási feladatokhoz, illetve egyéb feladatokhoz kapcsolódik. A jövő szempontjából fontos az óvoda és iskola megtartása annak ellenére, hogy a demográfiai összetétel nem a legkedvezőbb, hiszen több gyermeknek kellene születnie. Nagyon sokat szeretnénk haradni, hogy a településnek a összképe, település összkép, úgynevezett arculati elemei olyanok legyenek, amely ha településünkre vendég érkezik és áthalad a településünkön, az a benyomás keltse, hogy a település gondozott, ápolt és az itteni emberek törődnek azzal, hogy milyen az élet a faluban. A hivatalos önkormányzati élet mellett nagyon jellemző a civil szervezeteknek a jelenléte, helyi közösségek és civil szervezetek gazdagítják életünket. Tűzoltó egyesületünk, polgárőr egyesületünk, német nemzetiségi egyesületünk van, fúvós zenekarunk van, rockzenekarunk van, és sportegyesületünk van, valamint faluszépítő egyesületünk van, és a szuloki felnövekvő nemzedékért is van egyesület. Az ízlésesen kialakított főtéren dr. Szecsei Béla házi orvos díszpolgárszobra áll, mellette egy dohánylevelet mintázó emlékmű található. A központban lévő országos műemlékvédelem alatt álló római katolikus templom az 1800-as években épült. Vele szemben az első világháborús emlékmű és a Szent Háromság szobor kapott helyet. Szulokra kifejezetten jellemző, hogy Isten hívő emberek lakják, sokan járnak templomba és gyakorolják a vallásukat. A vallás tekintetében még olyan sajátos elemekkel is találkozhatunk, mint a húsvéti körmenet és a virágvasárnapi körmenet, amely környékbeli sátorépítéssel jár, és szinte a környező településeken sehol nem látható ilyen. Nagyon sokan vannak ilyenkor külföldiek, itt élő külföldiek, szulokiak, akik ezt a rendezvényt látogatják. A templom mellett található a régi iskola épülete, ami ma a Falusi Értékeink Háza nevet viseli. A külső felújítás önkormányzati segítséggel történt. A tartalom azoknak a lelkes és szorgalmas fiataloknak köszönhető, akik a falu lakosságát megkeresve gyűjtést és értékmentést végeztek. A megszólított emberek közül nagyon sokan jó szívvel ajánlották fel azokat az értékeket, amiket még a padláson vagy a tiszta szobában rejtegettek, és mivel tudták, hogy jó helyre hozzák, ezért szívesen adták. Az itt látható tárgyakból megpróbáltunk berendezni egy úgynevezett gyűjteményi szobát, ahol egy szobarészletet és egy konyha részletet alakítottunk ki. A gyűjtemény legrégebbi és legérdekesebb darabja egy kézzel írott német nyelvű imakönyv, aminek az első lapjára felírták a fontosabb családi eseményeket is. Ebben a bölcsőben egy kisbaba fekszik. Ennek a kisbabának a fején egy olyan sapka látható, ami kimondottan sváb hagyományok szerint készült, körülbelül 100 éves, és egy néni készítette annak idején, ebből nem csak egyet, hanem többet is, és minden háznál, ahol kisbaba volt, ilyen sapkát viseltek a gyerekek. Ez egy közönséges vérnyomásmérőnek néz ki, ez a készülék. Igazából sokkal többet tud. Ez egy svájci gyártmányú, nagyon speciális vérnyomásmérő. Háromszor méri meg a beteg vérnyomását. A három mérésből átlagot számol. Tehát ha bárkinek pitvar fibrillációja van, amiről eddig nem tudtunk, vagy ritmuszavara van,
akkor itt alul megjelenik az alján egy ikon, hogy mutatja, hogy balra jön a kardiológushoz. Dr. Szekeres Sándor házi orvos 1994 karácsonyán költözött ide családjával. 1995. január 1-je óta látja el Szulok és Kálmáncsa községek házi orvosi teendőit. A praxis akkor 1550 fős volt, ami az elmúlt 20 évben körülbelül 400 fővel csökkent. Feleségem a védőnőm, ezt a részét a dolognak családi kötelékben oldjuk meg. Történt itt néhány évvel később, 98-ban egy pályázat eredményeként egy felújítás, és ez a rendelő, amit most itt láthatunk, ez ennek a pályázatnak az eredménye. Azért említem ezt, mert jelenleg egy újabb Európai Uniós pályázat eredményeként éppen egy felújítás elé nézünk a következő hetekben, úgyhogy egy-két hónap múlva ez is picit másképp fog kinézni. 30 éve ugyanezt a plakátot tartom a tanácsadomba, most se gondolom másként, hogy a sikertitka a család, ezért dolgozunk. Dr. Szekeresné Bökönyi Éva 20 éve látja el Szulok és Kálmáncsa védőnői teendőit. A legfontosabb számára a várandósok, az újszülöttek, a kis és nagyobb gyermekek védelme, gondozása. Új feladatkörként a nők emlő és ményak szűrését, illetve a férfiak prosztata szűrését végzi. Ezzel teljesítem ki a szűrőprogramot, hogy az egész család maradjon egészséges a falu és az egész ország és az egész társadalom hasznára. Svarc János, Szulok község díszpolgára 1955-ben végezte el a kántorképzőt. Kezdetben 3 település kántora volt, mostanra 15 település kántora lett. Elmondása szerint legjobban az itteni Angster orgonát szereti, amin már a gyakorló éveiben is játszott. A hangszer 1956-os felújítása során a 10 cm-es síptól a 3,5 méteres sípig minden alkatrész a kezében volt. Az, hogy ha valaki kántor, nagyon nehéz dolog, van benne sok szép, de legtöbb most már a szomorúság. Szeretném idézni Antal György a Kántor című versének egy-két szakaszát. Nehéz mesterség kántornak lenni, örökké csak a pap után menni. Így kísérni végső útra drága testvérünket az Úrba. Nehéz mesterség kántornak lenni, lassan ballagni és énekelni. Ugyanazt százszor, újra meg újra, nem számít az, hogy már nagyon unja. Mindig azon voltam, hogy eleget szeretnék tenni mindenkinek, jól lát, ez lehetetlen. De azon voltam, és azon vagyok, igyekszem tudásomnak megfelelően ezt a dolgot elvégezni.
Éppen ezért június 7-én, egy hálaadó szentmisén belül, hálát ad a Jóistennek, a sok kegyelemért, jóért, megpróbáltatásért. Ebből az alkalomból Balázs Béla püspök úr köszönő levélben fejezte ki, megköszönve a munkámat, jó kívánságait. Majd július 27-én Somogyváron a Szent László ünnepségen átvettem az aranyok levelet. Nagyon szép ünnepség volt itt Szulókban is. Ameddig bírom, igyekszem csinálni. A mostani atya, Tamás atya, ő a 22. pap, akivel a 60 év alatt dolgoztam. Őtől tartottam legjobban a nagy korkülönbség miatt, ugyanis az unokám lehetne. De nagyon, talán azt mondhatom, hogy talán a legkönnyebben ő vele dolgozom. Ő fiatal, tele ambícióval, erővel. Sok esetben még engem is esetenként átbillent azon a bizonyos ponton, amikor már az ember fáradt. A szulókiaknak elég átsétálni a Kossuth utcába, ha szeretnének egy olyan míves tárgyat, amivel még fűteni is lehet. Itt lakik ugyanis Győri János cserépkályha építő. Ahogyan ő mondja, ide nősült 22 évvel ezelőtt. Feleségével és gyerekeivel lakják a házat, aminek udvarában található az a műhely, ahol mi is bepillanthatunk a kulisszák mögé. Ez egy kézi döngölésű csempe lesz, ami úgy készül, hogy van egy gipsz negatív formája a csempének, és ezt az agyagmasszát abba dolgozom be. Utána követi a csempének egy száradási időszak követi, majd amikor már fizikailag száraznak látszik, akkor jön az égetés. 1010 a másztól függően olyan hőfokon van egyszer kiégetve, majd rá van hordva a máz, szórópisztollyal, és utána még egy égetés követi, és akkor készen van a csempénk. Igazából többféle verzió van, amit építek, vagy tégláskályha is létezik, cserépkályha, vagy használt csempéből, vagy újonnan vásárolt csempéből, vagy pedig saját készítésű csempékből készítem ezeket. János büszke rá, hogy munkái három országba is eljutottak. Itthon, a Balatontól Budapestig, különböző kis és nagyvárosokban is megtalálhatóak kályhái. Mindig úgy érzem, hogy ha elkészül egy kályha, akkor a kuncsafnak tulajdonképpen egy nagy dolgot adtam át, amit használni tud és élvezni tudja ennek az előnyeit. Szeretek itt lakni, Szulókban. Úgy érzem, hogy ez egy békés, nyugodt kis falu. Ha kályha, akkor tűz. Ha tűz, akkor tűzhely. Most bizony főzés következik. Egy hagyományos sváb ételt mutattunk be, egy szuloki régi hagyományos babos tésztát, amit én is a szüleimtől vagy a nagymamámtól tanultam, segítettem nekik. Most az én unokáim Fanni, Réka segítségével készítjük el. Ez egy nagyon egyszerű tészta, liszt, só, tojás hozzáadásával készül, kézzel gyúrt, kifőzzük, és
a babot most egy kicsit megdíszteljük, vagyis megsütjük, és utána paprikával egy kicsit felhigítjük, vagy felengedjük, és összeöntjük, összemelegítjük. Fél kiló liszt és ugyanennyi bab egy 4 fős ebéd alapjául szolgálhat. Figyelem, a tésztához csak sötét színű bab dukál. És ugye az asztali tűzhelynél az volt a jó, hogy felülről lehetett melegíteni, és kapott egy ilyen kis, nem is tudom, megpirult vagy megsült a tészta, és úgy még finomabb volt, igaz? És tejfőle lehet, tehát aki szereti, tejfőle lehet fogyasztani. Na most te is keverhetsz egyet, jó? Ne nagy, jó, oké, jó, ne a nagyot. Régen zsírral készítették, de én olajjal készítem, mert a család így kívánja, és régen minden héten pénteken, mivel nem, pénteken nem ettek húst a régi öregek, babos tészta volt, vagy turós tészta volt az ebéd vagy vacsora. Hagyomány szerint egyszerre jó sok babot főztek. Lett belőle leves, a tésztára is jutott, és ha ez nem lenne elég, hagymás babsaláta is készülhetett. A falusi értékeink háza udvarán áll egy szép, téglából rakott kemence, aminek valódi funkcióján kívül más szerepet is szántak. Nem véletlenül kapta a falu kemencé elnevezést, ezt bárki használhatja. Ide leülhetünk, főzhetünk, beszélgethetünk, itt megbeszélhetjük azokat a dolgainkat, azokat a véleménykülönbségeket, amely minden falu életében esetleg előfordulhat, vagy emberek között lehet, tisztázhatjuk a problémáinkat, és nagyon sokat tett már a falu kemencéje azért, hogy sütés, főzés, beszélgetés közben a köztünk lévő ellentétek vagy más álláspontok közel legyenek egymáshoz. Meg ne háborítsd a csendet, mely a sír körül lebeg. Itt egy édes jó anyának fáradt teste szendereg. Éltében sokat virasztott, hadd nyugodjék hamba hát. Gyermekei és unokái könnye, könnyítse meg porát. Ez a sírkő, ami a szuloki alsó temetőben található, az 1860-as években lett felállítva, és a helyiek szerint azért érdekes, mert Vörösmarty Mihály sorai találhatóak rajta, aki ezt a néhány sort hálából írta a hölgynek, aki őt az 1848-as forradalom után itt Szulokban éveken keresztül bújtatta. Lófej bal, dann egenesen, lófej jobb, und wieder bal. Gut, lófej belső. Ez az. Dr. Walter Wesemann, nyugdíjas agysebész professzor, nagyjából 20 éve járt először Szulokban. Abban az időben egy német klinika igazgatója volt, és a sógorát látogatta meg egy rövid időre, aki egyébként magyar. Már akkor érezte, hogy ez lesz az a hely, ahol nyugdíjas éveit tölti, szenvedélyének a lovaglásnak élve. Ahogy meséli, az álomszerű tájba azonnal beleszeretett. Mein Wunsch war, az volt a vágyam, hogy az ősi lovas néppel, a magyarokkal újra megkedveltessem a lovassportot. Szerettem volna a közvetlen környezetemben felkelteni az érdeklődést a lovaglás iránt. A lovaglás nekem természetesen csak öröm, de a szórakozás mellett több a munka. Most 85 évesen minden megvan, ami kell. Körülöttem állatok, lovak. Ja, hogy jött? Éppen itt lovagol egy olyan tehetséges lány, aki még csak 15-16 órát vett,
és előtte még sosem ült lovon. Roham tempóban fejlődik, és abban reménykedem, hogy ő lesz majd az utódom. Van egy jó lovam, amitől mindenki fél, mert nagyon temperamentumos, és senki sem mert még lovagolni rajta. Remélem, teljesül a kívánságom, és ez a lány talán egyszer megpróbálja. Dieses Mädchen könnte die Reiterin für dieses Pferd werden. A sportolni vágyó szulókiak irigylésre méltó helyzetben vannak. A szabványméretű salakos teniszpályán jól meg lehet izzasztani az ellenfelet, a győzelem után pedig át lehet sétálni a közelben található fürdőbe. Az 1960-as években kőolaj és földgáz után kutattak a település közelében, ám a fúrások során több mint 50 fokos termálvizet találtak. Ez elindított egy fürdőfejlesztést a 70-es években, majd 1996-ban egy kemping is létesült a forgalmas strand mellé. A jogszabályi változások miatt 4 évre be kellett zárni a strandot. Ez időszak alatt sikerült olyan fejlesztéseket végezni, hogy 2010-től újra üzemelhessen a fürdő. Ez év végére pedig uniós forrásból megépülhet egy sportmedence, az aktív kikapcsolódást kedvelők örömére. Nagyon szeretnek ide járni a helybéliek, és gyakran találkozhatunk német vagy osztrák vendégekkel, akik szívesen látogatják a strandot és a kempinget is. A gyógyító hatású víz kitűnő a reumás, illetve nőgyógyászati panaszok enyhítésére, de amint látható, nem csak az idősebb korosztály kedveli az itteni vizet. Popeyről elnevezett épület azelőtt tejcsarnok volt. A helyi fiatalok sportolási lehetőségeinek bővítése miatt itt konditermet alakítottak ki, öltözőkkel együtt, aminek nyitvatartás ideje fakultatív, használata csak úgy, mint a teniszpályának, ingyenes. A beruházás épp úgy, mint a teniszpálya esetében, pályázati forrásból valósult meg. Fontos megemlíteni, hogy a faluban található nagyméretű füves pályán focizni is lehet. Szulok és vidéke, Somogy megye kiemelkedően gazdag vadállománnyal rendelkező nagy vadas területe. A muflonon kívül minden vadfaj megtalálható itt. A dánvad, a gímszarvas, a vaddisznó, az őz, és ugye a kuriózumként az aranysakelmi már egy pár éve megjelent és teret hódított. Az erdősültség 27%-os. Az állat és növényvilág együttes szépsége magával ragadja a vadászokat és családtagjaikat, segítőiket. Kim vagy a szabad levegőn, kimegyek kislányommal is, ki szoktam menni, járunk egyet. Tehát ez egy egészséges sport, egy egészséges életmód tulajdonképpen. Zömében a trófeás nagyvadakat külföldiekkel lövetjük meg, tehát a szarvasbikát, a dánbikát külföldiekkel, német, illetve osztrák vendégekkel. 2, illetve 3 panzió is van, ahol meg tudnak szállni kulturáltan a vadász vendégek. Jól képzett hivatásos vadászaink vannak, tehát egy felsőfokú minőségű vadászatot, illetve vadgazdálkodást tudunk nyújtani a vendégeknek. Hajdanában füst, vonatfütty és zsibongás volt itt. Manapság csak madárfütty töri meg a csendet olykor. Különleges hely ez, nem csak vasútbarátoknak. A mögöttem látható épület a régi vasútállomásnak az épülete, funkciójának megfelelően stabilan megépítve. Itt a vasút 1979-ben szűnt meg, ahol én most állok, itt mentek a vágányok annak idején.
A vasút megszüntetése után az épület vadászházként funkcionált sokáig, aztán magánkézbe került, most panzióként üzemel, úgyhogy ha valaki szeretne egy néhány éjszakát, vagy akár egy hetet egy régi vasútállomás épületében eltölteni, azt szeretettel várják. Ha kellően kipihentük magunkat, akkor zene, tánc, tombola, versenyek és evésivás vár ránk a falunapon. Csapjunk hát a lovak közé! Arra kell figyelni, hogy a ló szépen menjen bele a vízbe, szépen tartsa a fejét. Ne kelljen ütögetni folyamatosan. Én itt kezdtem, és úgy gondolom, hogy itt is szeretném befejezni.